Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Idézek azonnal egy közleményből. A magyar kormány, a miniszterelnök és a külügyminiszter nincs abban a helyzetben, hogy Európa politikáját érdemben alakítani tudja. Egyebek mellett ezt fogalmazta meg Molnár Csaba, a DK európai parlamenti képviselője, aki vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát pont most van abban a helyzetben, nem? Hogy Európa politikáját alakítsa az Orbán kormány külügyminiszterestől és miniszterelnököstől, hiszen nagyon sok múlik azon, hogy mi, hogyan, milyen intézkedéseket vezetünk be a schengeni határon. Ezt nem általában mondtuk, ezt a mai mondatot, amit az előbb ön idézett. Azért utaltam én is Schengenre. Arra konkrétan, hogy ugye a külügyminiszter ma azt mondta a parlamentben, hogy a magyarországi kerítés felállításával egész Európát védelmezzük, ugye mondta a külügyminiszter, és hozzátette, hogy ezt azért tesszük, mi magyarok, vagy nyilván a magyar kormány ki mit ért alatta, hogy ezáltal fenntarthatóvá tegyük mi a schengeni rendszert. Erre mondtuk ezt, hogy Orbán Viktornak nem sok köze van ehhez. A magyar jobboldali sajtó és a fideszes politikusok láthatóan az elmúlt néhány hónapban nagyon nagy erőfeszítést tesznek arra, hogy megpróbálják úgy bemutatni Orbán Viktort, mint egy befolyásos jelentőségteljes európai politikust. Azt tudom önnek mondani, Brüsszelben sokat tartózkodó EP képviselőként, hogy nyoma nincsenek. Orbán Viktorra nem úgy tekintenek Nyugat-Európában, a politikában vagy akár a sajtóban, mint egy befolyásos politikus, akinek figyelni kell a szavára. Inkább egy olyan bohócként néznek rá, akin vagy viccelődni, vagy pedig mérgelődni szokás. Ezért nem az van, hogy mi védjük meg Schengent, épp ellenkezőleg. Ha azt csináljuk, amit eddig csináltunk, akkor magunkat fogjuk kiiratni a schengeni rendszerből. Hogy ez egyáltalán lehetséges, erre mindjárt térjünk vissza, viszont még az első gondolatmeneténél én leragadtam, és bár én nem tartózkodom sokat Brüsszelben, itthonról figyelve a híreket, én ezt homlok egyenest másként látom. Tehát az, hogy valaki egy Európai Uniós tagország miniszterelnöke, ebbéli minőségében a kormányának van joga és lehetősége bizonyos intézkedéseket meghozni, amely most a menekült kérdésre vonatkozik. Ezáltal ő nem bohóc lesz, ő nem egy nevetni való személyiség, vagy bosszankodni, az ő tettei miatt bosszankodni, bosszankodásra érdemes személyiségé válik, hanem egy tényezővé, hiszen rajta múlik az, hogy most csinálunk egy zsilipet, és ott tartjuk a Balkán felső részén a menekülteket, vagy átengedjük, akkor Ausztriának okozunk gondot. Tehát ugye ez nem igaz, hogy ezzel ő nem válik tényezővé. Szerintem nincs így. Ő nem válik ezzel tényezővé. Ő azt a politikai taktikát választott, amit egyébként sokan csinálnak hozzá hasonló, nem túl befolyásos politikusok, hogy úgy próbálnak a nemzetközi politika első vonalába bekerülni, ha máshova nem a hírekbe, mert a döntéseknek a közelébe nem jut, de legalább a hírekbe, hogy megpróbál szembe menni azzal, amit a többiek képviselnek. Egyfajta botrányhős próbál lenni. De gondoljunk csak bele, változott bármi azzal, amit Orbánék Magyarországon csináltak? Mielőtt megépítették volna a kerítést a déli határra, átlagosan egy hétvégén, mert ugye akkor szoktak legtöbben jönni, 6-8 ezeren érkeztek Magyarországra. Mióta kész a kerítés, azóta 10-12 ezeren érkeznek egy átlagos hétvégén. Nem javult a helyzet, már hogy Orbánék szempontjából, hanem kifejezetten romlott. Amit Orbán Viktor csinál, annak nincsen érdemi befolyása Nyugat-Európára. Egyetlen egy esetben lehetett volna hatása. Akkor, hogyha a tagállamok vezetői úgy döntöttek volna, hogy fenntartják azt a korábbi, nem jogszabály szerinti, hanem hát ilyen már megszoktuk típusú gyakorlatot, hogy az ilyen ügyekben egyhangulag döntenek, már pedig a szabályok szerint elegendő minősített többség. De ugye tudjuk, hogy kvóta ügyben ez megszületett ez a döntés, a szabályoknak megfelelően többségi, minősített többségi döntés van. Azzal, hogy Orbán teljesen egyedül maradt, majdnem teljesen egyedül, ugye a szlovák, egyébként gyakran magyar ellenes szólamokat hangoztató miniszterelnök jelenleg az egyetlen szövetségese Orbán Viktornak a 28 tagú Európai Unióban, az azt mutatja, hogy hírek be tudott bejutni Orbán Viktor. Egyfajta, hadd használjam még ezt a szót, botrányhős alapján jutott be. Mondjon egyetlen egy olyan dolgot, ami az európai politikát menekült ügyben, bármilyen más ügyben egy icipicit befolyásolta valamilyen irányba, amit Orbán Viktor csinált. Hát, minden, a kerítés is befolyásolta. Az, hogy mi a déli határon először megszigorítottuk az őrizetet, mert még nem volt teljes mértékben kész ez a határzár, azért az ettől nem volt független, ettől a helyzettől az, hogy például
például rövid időre, de az osztrákok is visszavezették az ellenőrzést. Kétségkívül lehet ezekkel átmeneti zavarokat okozni, de nem ezt mondja a jobboldali média. Azt mondják, hogy Orbán Viktor a vezető arca ennek az európai politikának, és ő utána mennek a többiek. Nincs így. Orbán azt mondja, hogy kerítést kell építeni, jelenleg ezzel egyedül van Európában. Még az ő támogató, Bajor miniszterelnök, tagállami kormányfő egy sem, megtalálták ugye a Bajor miniszterelnököt, aki gyakran nyilatkozik ilyen ügyben, még ő is azt mondja, hogy bár alapvetően egyetért Orbánnal, de a kerítést az egy nagyon-nagyon rossz módszernek tartja, és szerinte azt le kellene nem bontani. Nem csak a szlovákok, hát a V4-ek is egyetértenek. Nem igaz, ugye a lengyelek nem szavazták meg ezt a dolgot, amikor ugye ilyen döntésről volt szó. Hát az, ugye a kvóta ügyben még volt két másik Orbánnal együtt menő tagállam, a szlovákokon kívül a csehek és a románok. Mind a kettő tagállam azóta már bejelentette, hogy változtattak az álláspontjukon. Ugye a román miniszterelnök egészen konkrétan azt mondta, hogy hiba volt ellene szavazni ennek a dolognak. Jó, de hogyha egyedül van Orbán Viktor ebben az ügyben. A V4-ekhez tartozó országok mondjuk katonákat küldenek nekünk, vagy határőrizeti szakembereket küldenek nekünk segítségül, az nem az együttműködés jele? Nézze, 10. Most meg ezt akarják megemelni 30 cseh rendőrre, amiről beszélünk. Ezek de szimbolikus történetek. Ennek teljesen igaza van. Az igazi megoldás nem ez lenne. Az igazi megoldás... De a szimbolikának a diplomáciában hogy ne lenne jelentősége? Kétségkívül, ez nem azt jelenti, hogy ezzel a megoldás részévé váltak. Ezek a tagországok, Szlovákia kivételével, ők tényleg Fico össze van nőve ebben az Orbán Viktorral, az összes többi az más álláspontot képvisel. Ez ugye egyértelműen a tanácsi szavazáson látszol. A 28 tagállamból 4 szavaztak a kvóták ellen, és mondom, abból a 4-ből 2 már megváltoztatta az álláspontját, tehát Fico és Orbán magára maradt. Gondoljon csak bele, azok a dolgok, amik érdemben fontosak. Kerítés kell, vagy nem kell kerítés. Befogadni kell, vagy erőszakkal elutasítani kell. Meg kell csinálni a kvótát, vagy nem kell megcsinálni a kvótát. Emelni kell ennek a dolognak a költségvetését, vagy nem kell. Minden ügyben más döntés születik az Európai Unióban, mint amit Orbán Viktor szeretne. Ha neki egy icipici befolyása lenne, akkor miért mindig más eredmény van, mint amit ő akar? Lett, például nem lett más eredmény, akkor, amikor az európai vezetők, hát most már 3 hete, igen, egy hétvégén tanácskoztak, menekült kérdésről tanácskoztak, és az Unió végre pontokba szedett javaslatait megfogalmazták, melyik országnak mennyi segítség, Törökország kapcsolat, diplomácia, és így tovább, akkor Orbán Viktor egy 6 pontos javaslattal érkezett oda, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ebben semmi új nem volt, de azok a pontok, azok már bizony az uniós vezetők által többször hangoztatott elképzelések voltak, de Orbán Viktor volt az, aki pontokba is foglalta, és felkészülve így ment erre a tanácskozásra, és ebből volt egy, amit azt mondta, hogy visszautasította. Oly sokszor elmondtuk ennek kapcsán akkor, mikor ez történt, csak lehet, hogy éppen itt nem voltam itt az ön műsorában, hogy ilyen nem létezik. Mami. Ez, hogy valaki 6 pontos javaslatot visz. Az európai, de Orbán Viktor vitte. Ezt mondja nekünk. Ezt mi? Próbálja elhitetni egész nem Magyarországgal. Vitt. Nem lehet. Az európai tanácsülésen javaslatot tenni 2 embernek van joga. Az európai tanács elnökének, ugye Tusk elnök úrnak, illetve általános javaslattevő joga az európai bizottságnak van. Ezeket a javaslatokat véleményezhetik a többiek. Így működik ez a dolog. Orbán, mivel tudja, hogy mi magyar emberek általában nem igazán értjük az Európai Tanács működését, ezért tud ilyen trükköket mondani, hogy ő 6 pontos javaslatot vitt. De akkor is elmondtuk a 6 pontos javaslatról. Tehát ő nem azt mondta, hogy az elnök helyett én javasoltam és én terjesztettem a tanács elé, hanem nem is véleményeztette a 6 pontos javaslatát. Megteheti, de gondoljon bele, ez egy kommunikációs trükk. Az Európai Bizottság elnöke odavitte a saját javaslatát, ezt a javaslatot hetekkel korábban ismerhette Orbán, mi is ismertük, a sajtóból ismerhette bárki, és Orbán semmi más nem csinált, mint a 6 pontból 4-et a magyar sajtóban megpróbálta sajátjaként előadni. Én ezt megpróbáltam akkor elmondani elég sok helyen itt a magyar nyilvánosság előtt is, úgy néz ki, hogy sikertelenül semmi más nem csinált Orbán, mint Juncker elnök úr által benyújtott pontokat, az éppen 4 pont volt és nem 6, azt megpróbálta a magyar nyilvánosság előtt a magyar maga nevére venni. Hát azt mondta, nagy siker volt, egyedül a görög közös európai határőrizetben nem ért el sikert, de az összes többi... Illik azt mondani egy ilyen műsorban, hogy ez kamu. Nem illik. Ha őszintén gondolja, és ez a vélemény, akkor szabad, inkább azt mondom. Ez a helyzet, ez kamu, nem történt ilyen. Nyilván a miniszterelnök a hozzászólásában elmondhatta, hogy ő 6 pontot szeretne, de akkor a többiek már régen a bizottság javaslatáról beszéltek. Nézze, mivel
Én nem szeretem ezt, hogy az Európai Tanácsnak az ülései zártak. Szerintem az egyik legnagyobb problémája az Európai Uniós átláthatóságnak az az, hogy minden miniszterelnök, amikor kijön a tanácsülésről, akkor el tudja adni saját szája íze szerint, hogy mi történt bent a teremben. Sokkal jobb lenne, hogyha ez egy parlamenthez, sokkal jobb lenne, hogyha egy parlamenti működéshez, ugyanúgy, mint egy parlament, hiszen ez egyfajta parlamenti felsőház, hogyha megpróbáljuk ezt lefordítani az Európai Tanács, ez nyílt üléseken lenne. Orbán Viktor ezzel sokkal csúnyában visszaél, mint ahogy egyébként ezt tisztességes nyugat-európai politikusok teszik. Teljesen más, hogy interpretál eseményeket, mint amik bent történtek, és ugye a magyar polgárok egy jelentős része nem olvassa a nyugat-európai sajtot, egyébként érthető, hát az annyira nem izgalmas ez a dolog, ezért nem tudjuk azt, hogy amit Orbán mond, annak akár a szöges ellenkezője is történhetett a teremben. De tényleg röviden összefoglalva, nem igaz, hogy Orbán pontjairól tanácskoztak a miniszterelnökök. Nem történt ilyen. Hát akkor most nem is kellett nemzetközi sajtót olvasni, hanem megtudtuk az ön előadásában, hogy mi történt 3 héttel ezelőtt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.